A romák ellen elkövetett gyilkosság sorozat áldozataira emlékeztek civilek szombat este Budapesten. A 300 fős menet egy emléksétán vett részt, majd többen beszédet tartottak. Az egyik szónok szerint Magyarországon 2008-ban és 2009-ben példátlan időket kellett megélni, hiszen származásuk miatt gyilkoltak meg 6 embert, köztük egy gyermeket. A felszólalók az összefogás fontosságát hangsúlyozták, és a szélsőjobboldali csoportok elleni állami fellépést szorgalmazták. A Dunaparti Néru Parkból a holokauszt roma áldozatainak emlékművétől indultak fáklyákkal az emlékmenet résztvevői. Sokak emlékezetében ma is élénken él a tatárszentgyörgyi tragédia. Egy gyerek meghalt ártatlanul, az senkit nem bántott, az egy kis gyerek volt. És azért lőtték az apát, mert a gyereket védte. Ez is szemétség volt. A résztvevők egy közös cél érdekében gyűltek össze. Ezekre az eseményekről ugye mindig meg fogunk emlékezni, mindig össze fogunk jönni. Én azt hiszem, hogy közös érdek az, hogy Magyarországon mindenki egymást tiszteletben tartsa, és egymást mindenki úgy ismeri el, ahogy él, ahogy van. Február 23-a a tatárszentgyörgyi áldozatok emléknapja. 2009-ben ezen a napon gyilkolták meg Csorba Róbertet és 5 éves kisfiát, Csorba Robikát. Azért drámai dolog, mert Csorba Robika az első olyan gyermek 1945 a II. Világháború befejezése óta, akinek pusztán etnikai hovatartozása miatt kellett meghalnia és vált áldozottá. A napokban elhunyt az egyik áldozat, Csorba Róbert édesapja. Olá József, a Pest megyei roma szervezet elnöke szerint azért is kell most szót emelni, mert fennáll annak a veszélye, hogy az eljárás elhúzódása miatt idén augusztusban a gyilkosság vádlottjai szabadlábon távozhatnak az előzetes letartóztatásból, és a tettes nem kapja meg büntetését. Nem csökkent a gyűlöletbeszédek száma a tragédia óta sem, hangsúlyozták a szónokok. Daróczi Ágnes ezért a közösségi összefogás fontosságát emelte ki. Szába Vince pedig arra kérte a kormányt, lépjen fel a szélsőségesek ellen, akik a kisebbségeket támadják. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma évfordulós közleményében azt írta, hogy Tatárszentgyörgy, Nagy Csécs és Olaszliszka áldozatai ugyanannak a gyűlöletnek az áldozatai, és ugyanúgy jár nekik az igazságtétel. Az emlékmenet résztvevői ezt másképp látják. Hogy bár minden bűncselekmény áldozatával együttérzünk, mégsem ugyanaz a rasszista sorozatgyilkosság áldozatainak megemlékezése, mint bármelyik más eset. A civilek rendezvényét az áldozatokra emlékező gyászmise zárta.